Közéleti magazinunkat látják, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban foglalkozunk a szekszárdi orvosi rendelő építésével, aminek a kormányhivatal szerint természetvédelmi akadálya nincs. Megnézzük, hogyan alakult a vírus elleni védekezés Szekszárdon, valamint megismerkedhetnek a szekszárdi törvényszék új elnök helyettesével, Sárec Róberttel. Tartsanak velünk! A Tolna megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint nincs természetvédelmi akadálya Szekszárdon a Szabó-Dezső utcába tervezett rendelő megépítésének. Az erről szóló értesítés megérkezett a polgármesteri hivatalhoz, így Ács Rezső polgármester szerint rövidesen elkezdődhet az építkezés. Emelőkosaras autó segítségével vizsgálta át a fákat a Dunadráva Nemzeti Park természetvédelmi őre Szekszárdon a Szabó-Dezső utcában. Itt épülne az orvosi rendelő Európai Uniós pályázatból, amit már 2017-ben megszavazott a képviselőtestület. 4700 fő házi orvosi kiszolgálását végeznék itt. Február 10-én az éjjel Szekszárd tagjaiból álló gazdasági bizottság döntésével arra kötelezte a polgármestert, hogy írja alá a rendelő kivitelezői szerződését. Mindezek után az ész koncepciót váltott és aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy ne ott épüljön a rendelő, mert védett madarak fészkelnek a terület fáin. Egyeztetést hívtunk össze a Dunadráva Nemzeti Park szakembere, a kormányhivatal illetékese, a kivitelező és természetesen az önkormányzatnak a szakemberei. A Dunadráva Nemzeti Park szakembere egy daruskocsi segítségével alapos terepszemlét tartott, egy konkrét ténymegállapítást hajtott végre. A szakember több helyen is átnézte a növények lombozatát, csak egyetlen madárfészket talált. Teljesen üresen vitt a fészek. Elmondások alapján, illetve a fészek jellege alapján is azt ki lehet jelenteni, hogy ez egy megyvágónak a fészke. A megyvágó egy védett madarunk egyébként, de mivel üres, most már biztos, hogy lakatlan a fészek. Előtte jó esélye lehetett benne költés, de mivel ugye június közepén vagyunk, most már biztos, hogy ennek a költésének vége van. És fészket le is hoztam a fa tetejéről, mivel most már nem minősül költőhelynek, és a Nemzeti Parknak az oktatási központjába kerül be oktatási bemutatási célzattal. A szomszédos háztömbben élők közül többen ellenzik, hogy itt épüljön fel az orvosi rendelő. Van, aki a közösségi oldalon ahhoz hasonlítja az építkezést, mintha a madarak házát rombolnák le. A madarak viszont nem úgy használják a fészküket, mint az emberek a házukat. A tojások kiköltésének idején és a fiókák kirepüléséig van rá szükségük. Fő célja igen, az a költés, ugye a tojásoknak a kikeltése és a fiókák fölnevelése. Amikor ezen túl vannak, onnantól kezdve ők ott hagyják a fészket és szétszoródnak a környéken. Korábban, amikor még azt hitték, hogy fekete rigó fészkel a területen, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője azt mondta, hogy a madarak megtalálják a helyüket. Ha úgy tettük fel a kérdés, hogy a fekete rigó öngyilkos lesz-e akkor, hogyha ezt a fát kivágják, és ez a fát soha többet nem tud szaporodni, erre nagyon 1000% tudom mondani azt, hogy nem, mert hogy akkor fog találni 12, 24, 36 méter alarrébb egy megfelelő helyszínt, akár fán, akár bokron, akár az épületen, például egy csatorna hajlatban. Élőhely a madaraknak az épületeket övező majd egy hektáros területen és a szomszédos kórház több hektáros parkjában maradhat. A Dunadráva Nemzeti Park véleménye alapján végül a Tolna megyei kormányhivatal arról tájékoztatta a polgármestert, hogy nincs természetvédelmi akadálya Szekszárdon a Szabó-Dezső utcába tervezett rendelő megépítésének. Persze felmerül a kérdés, ha a helyiek nem szeretnék, miért nem keres másik területet a hivatal? Ács Rezső polgármester azt mondja, összesen már 9 helyszínt vizsgáltak, de a feltételeknek egyik sem felelt meg, a helyszín megváltoztatása pedig a projektet koordináló irányító hatóság szerint sem lehetséges. Már eleve a helyszín kiválasztás előtt, ugye ez a hetedik helyszín volt, most itt az ötletelés folytán még a közgyűlések, utolsó közgyűlések egyikén felvetődött még 2 helyszín, azt is megvizsgáltuk, így már 9 helyszínnek a megvizsgálása történt. Közben kaptuk egy levelet, amelyet a kincstártól jött hozzánk, de a ZH küldte ki, mely szerint az engedélyek mindent figyelembe véve nincs lehetőség arra, hogy más helyszínre áthelyezzük ezt a beruházást, nem is fért volna egy többi helyszínen egyébként. Tehát vagy itt megvalósítjuk, és el tudjuk számolni a pénzeket, és le tudjuk hívni a forrásokat,
vagy pedig a rendelő nem fog megépülni, és a forrásokat pedig el fogjuk veszíteni. Tehát arra lehetőségünk, hogy más helyszíneket még ezután kezdjük el keresgetni, lehetőség nincsen. Ami még fontos, ugye, hogy az ingatlan vásárlásra, mert fölmerült ennek a lehetősége is, 2% volt ebben a projektben, könnyű kiszámolni, ez nagyjából 1,5 millió forint. Ennyiért pedig nem lehet vásárolni ingatlant, olyat, amiben el tudtuk volna helyezni az orvosi rendelőt, hiszen alap követelmény volt az is, hogy önkormányzati területen valósuljon meg. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, mondjuk akkor vásárolni kellett volna ingatlant, erre pedig források és pénzünk nem volt. Ezek alapján tehát úgy néz ki, hogy vagy itt lesz orvosi rendelő, vagy nem lesz. Meg kell építeni a rendelőt, és meg lehet építeni a rendelőt. Ács Rezső polgármester határozott álláspontot képvisel abban az ügyben, hogy legyen-e új orvosi rendelője 4700 szekszádi lakosnak. Az építési engedélyt 3 évvel ezelőtt kapta meg a város. A munkaterület átadása 2020. februárjában történt. Ács Rezső polgármester viszont azt mondja, azóta különböző indokok alapján próbálták akadályozni a beruházást az éjjel szekszárd képviselői, legutoljára épp a védett madárfajok fészkelésével. A valamikori ellenzéki képviselők közül az elképviselő azt, hogy például megszavazta annak idején az orvosi rendelő megépítését, az idei esztendőben pedig a gazdasági bizottság szintén jóvá hagyta a rendelőnek a megépítését. Úgy néz ki, mintha mi állnak egymással szemben, pedig egy oldalon vagyunk, hiszen az ellenzék is támogatta ennek a beruházásnak a megépítését, amelyhez a munkaterület átadáshoz 2020 februárjában meg is történt tulajdonképpen. Aztán azóta különböző indokok alapján próbálták akadályozni a beruházást, és az utolsó az volt, hogy olyan madárfajok laknak itt, amelyek védettek, és emiatt nem lehet őket zargatni. Így körülbelül 2 hónap csúszásban vagyunk a tervekhez képest, ahogy szerettük volna megvalósítani a beruházást. 4700 embernek az orvosi ellátásáról van szó. Most a végső következtetés az, hogy most már nemzeti park bevonásra került, kormányhivatal bevonásra került, minden természetesen hatóság bevonásra került, és megalapították, hogy nincsen olyan veszélyeztetett faj a fákon, amely megakadályozna a beruházás megvalósítását, tehát a végkövetkeztetés az, hogy az eredeti elképzeléseknek, az eredeti engedélyeknek megfelelően a beruházáshoz folytatható, és akkor megépülhet végre az orvosi rendelő itt Szekszárdon. Szerettük volna megkérdezni az éjjel Szekszárd frakció véleményét is az üggyel kapcsolatban, ők azonban nem akartak élni a lehetőséggel, így azt sem tudtuk megkérdezni, mi volt az oka, hogy februárban még a kizárólag észtagokból álló gazdasági bizottság biztosította a hiányzó 8,5 millió forintot az építkezéshez, a polgármestert kötelezte a kivitelező szerződés aláírására, majd elkezdtek a megvalósítás ellen dolgozni. Ács Rezső polgármester szerint az ok az, hogy az éjjel Szekszárdnak nincs koncepciója és kapkod. Kicsit kapkodnak és nem tudják, hogy mit szeretnének. Tulajdonképpen az orvosi rendelő is ennek tudható be. Előtte ezt szükséges egyeztetést én gondolom a kormányhivatal lefolytatta, mielőtt kiadta a jogerős építési engedélyt, ami 3 éve kiadásra került. És aztán tulajdonképpen ennek az engedélynek a birtokában kezdődött meg a beruházás. Mondom úgy, hogy idén február 10-én a gazdasági bizottság, ami a kiányzó 8,5 millió forinttal megtámogatta a projektet, és itt tulajdonképpen a teljes forrás rendelkezésre állt ahhoz, hogy a beruházás megvalósulja. Nem nagyon tudják eldönteni az egyfős többségben lévő ellenzéki képviselők, hogy mit szeretnének ezekkel a beruházásokkal. Úgy érzem néha, mintha az lenne az ő elképzelésük, hogy minél rosszabb, annál jobb itt Szekszárdon. Minden olyan beruházás fejlesztés, ami az elmúlt ciklusban kezdődött meg, azt próbálják lassítani, vagy éppen akadályoztatni. Az elmúlt években már több orvosi rendelőt felújítottunk és építettünk, úgyhogy vinnénk tovább ezt a folyamatot a teljes város vonatkozásában. A végső célunk az, hogy egész a Szőlőhegyig kiérjünk egyébként, ennek egy fontos állomása lenne ez a beruházás. De hát minden mondva csinált okkal, a lakosság felpiszkálásával tulajdonképpen igazából a saját döntésüket próbálták meg annulálni. Aztán úgy néz ki, hogy ez most mindenféle vizsgálattal alá van támasztva, hogy folytatható a beruházás, és reméljük, hogy el is fog kezdődni, hamarosan is be fog fejeződni. Mondom, 2 hónap csúszást okozott ez a beruházás esetében. Remélem, hogy az elszámolhatóságát a pénzeknek nem fogja majd befolyásolni, mert azt nem szeretnénk, hogy ezt a
közel 80 millió forintos összeget ezt a város elveszíteni és elbukná. Most 2 hónap csúszásnál tart az építkezés, hogy ez mekkora pluszköltséget jelent, azt egyelőre nem lehet megmondani. A kivitelezői szerződésben fix árat határoztak meg, viszont a késés nem az építőcég hibája, ezért az esetleges pluszköltségeket akár bírósági úton is érvényesítheti. A lakók tiltakozni tudnak, akadályozni már nem tudják az építkezést, azt az Éjjel-Szekszárd Egyesület teheti meg, ahogy az összes többi tervben lévő beruházást is elgáncsolhatják, mondja a polgármester. A pandémia helyzet lezártával az Éjjel-Szekszárd Egyesület képviselői frakciója újra tudja tárgyalni ezeket a beruházásokat és fejlesztéseket, és döntésének megfelelően akár akadályozni is tudja ennek a megvalósítását és befejezését. Ez nem csak erre az egyre vonatkozik, hanem akár a zöldvárosra, vagy a iskola felújítására. Több olyan szakos projektünk van, sőt, az 5 milliárdos útfejlesztésre is, amely meg a 2 milliárdos ipari parkot, most összeadjuk ezeket, akkor 8-9 milliárd forintos olyan fejlesztésről beszélünk, ami hiányozni fog a városnak a jövőjéből, és hiányozni fog a munkahelyek megtartásához, támogatásához, folytatott politikánkhoz. Úgyhogy mindenféleképpen én azt kérném, hogy ezek a beruházások ezek fejeződjenek be, és ahogy lezárulnak utána, nyilvánvalóan a következő időszakban már ők fogják tudni meghatározni, milyen elképzelésekben a város továbbfejlődését és fejlesztését illetően. Én fogom támogatni, bármilyen beruházást fognak megvalósítani és megtervezni egyáltalán. Én mindenféleképpen fogom támogatni ezeket a fejlesztéseket, amelyek a város érdekét szolgálják. Ács Rezső szerint valamennyi szekszárdinak az az érdeke, hogy azok a fejlesztések, melyeket évek óta terveznek, egészségügyi, szociális, oktatási, infrastruktúrális és gazdasági területen megvalósulhassanak. A társadalmi összefogáson volt a hangsúlya az elmúlt 2 hónapban Szekszárdon, jelentette ki Ács Rezső a város polgármestere a koronavírus járvány alatti helyzet értékelésekor. A városvezető úgy fogalmazott, hogy példaértékű volt az emberek, cégek, intézmények hozzáállása, az ellátórendszer szervezettsége, legyen szó az idősek, gyerekes családok megsegítéséről, vagy éppen a szabályok betartásáról. Tolna megyében egyébként 17 koronavírusos fertőzött volt, a szekszárdi kórházban 6 beteget kezeltek, de senkit nem kellett lélegeztetőgépre rakni. Március óta naponta vitték házhoz a melegételt, élelmiszert vagy éppen a kiváltott gyógyszert önkéntesek az időseknek a koronavírus járvány idején. Nem csak a 65 év felettieknek segített így a szekszárdi önkormányzat, hanem a családoknak is. Hiszen az oktatási intézmények bezárását, valamint a digitális oktatás bevezetését követően az iskolás gyerekeknek is házhoz szállították az ebédet. A szekszárdi városvezetés továbbá a gyerekfelügyeletet is megszervezte azokra gondolva, akik dolgoztak járvány idején. A szociális étkezésben több mint 10 000, a házi segítségnyújtásban több mint 8600-an vettek részt, és több mint 15 000 adag ételt szállítottak ki az otthon lévő gyerekeknek. Összegezte az elmúlt 2 hónapot Ács Rezső szekszárd polgármestere, aki a törvényi előírásoknak megfelelően idáig egy személyben hozta meg a döntéseket. E hét szerdáig ugyanis rendkívüli jogrend volt érvényben. Úgy hoztam döntéseket, hogy a különböző bizottságoknak, egyéni képviselőknek a javaslatát kikérte és meghallgattam. Természetesen nem minden esetben született ugyanazon ügyben egy olyan döntés, amelyet ők támogattak, sőt volt olyan döntés, amikor a különböző képviselők ellentétes véleményt fogalmaztak meg, akkor el kellett dönteni, hogy milyen döntést fel fogom lezárni az adott ügyet. De dönteni kellett. A polgármester az első legfontosabb döntései közé sorolta a költségvetés elfogadását. Ezt annak az érdekében hozta meg, hogy a járvány kezelésére a forrás rendelkezésre álljon. Több millió forintot költöttek védőfelszerelések beszerzésére, a közterületek fertőtlenítésére. Nagyon büszke vagyok arra, hogy itt Szekszárdon az önkormányzatnál nem volt szükség arra más városokkal ellentétben, hogy bárkit elbocsássunk. Úgy lehet megszervezni a munka, hogy aki tudta, az itt végezte, aki tudta, az otthon home office-on végezte a munkáját. Különböző területekre tevődtek át ezek a feladatok, de vége az volt, hogy tulajdonképpen a veszélyhelyzet végével a régi kollégák újra visszafoglalhatják a munkahelyüket. Én azt gondolom, hogy a jó működés és a stabil működés érdekében szükség van arra, hogy jó szakemberek a helyükön maradjanak, és amikor újraindul egy hivatal, újraindul egy cég vagy bármilyen vállalkozás, akkor stabil régi szakemberekre tudjon támaszkodni. Ezt a célt fogalmazta meg, és fogalmaztuk meg, és tulajdonképpen ennek a célnak az érdekében
Az önkormányzégeknél is kértem, hogy maradjanak meg a munkavállalók, és maradjanak a munkavállalók itt az önkormányzatnál. Tolna megyében összesen 17 koronavírus fertőzött volt, a szekszárdi kórházban 6 beteget kezeltek, de senkit nem kellett lélegeztetőgépre rakni. Ács Ezső azt mondta, ez is annak köszönhető, hogy mindenki betartotta a szabályokat, az ellátórendszer pedig szervezetten gördülékenyen működött. Az önkormányzatnál 10 munkacsoport alakult a járványügyi helyzet kezelésére. A döntésekről pedig folyamatosan tájékoztatták a lakosságot. Meg kell köszönni a szekszárdiaknak azt a fajta társadalmi összefogást, amelynek köszönhetően ilyen jól megúsztuk eddig, legalábbis úgy néz ki, hogy megúsztuk ezt a pandémia állapotot, és én ebben az összefogásban hiszek, amikor majd a következő időszakban esetlegesen még egy második hullám mondjuk felüti a fejét, de hát ugyanúgy köszönettel tartozom a kollégáimnak, egészségügyi ellátórendszerben dolgozóknak, szociális ellátórendszerben dolgozóknak, és hát tulajdonképpen mármilyen társzervnek, rendőrségnek, kollégáinknak, hiszen egy ilyen közös összefogás eredményeként lehetett azt elérni, hogy Szekszárdon nem kellett tiltanunk. Nem kellett olyan döntéseket hoznunk, mint más települések, amely egyértelmű tiltásokat tudták csak megakadályozni a vírus terjedését esetlegesen. Mi kértük a szekszárdiakat, és ezeket a kéréseket be is tartották, hála Istennek, így nem kellett szigorúbb intézkedéseket tennünk. A városvezető a járványügyi helyzet kezelésével párhuzamosan a beruházásokat is folytatta. A városnak fejlődnie is kellett. Úgyhogy az ügyeleti központnak az építése elindult, generációk pályának az építése el tudott indulni. Egy 5 milliárdos keretet nyertünk útépítésre, és 2 milliárd forintot pedig az ipari park fejlesztésére. Tehát nem csak a napi teendőkkel voltunk elfoglalva, hanem igyekeztünk jól lobbizni ezeknek az összegnek a megszerzése érdekében, és gondolkodunk azon is, hogy merre megy a város és mi a jövőképe. A városvezető kiemelte, egy már jól működő rendszerrel és raktáron levő védőfelszereléssel készülnek a járvány második hullámára, ami őszre várható. Új elnök helyettes vezeti a szekszárdi törvényszéket. Sárec Róbert közel 3 évtizeden lépett a jogi pályára. Most hivatásról, a terveiről és a családjáról beszélgettünk vele. Sárec Róbert 26 éve kezdett el jogi pályán dolgozni, ám meglepő módon a szekszárdi törvényszék nem régen kinevezett elnök helyettese nem bíróként kezdte a munkát. 94-ben végeztem én az egyetemen, 96-ban nyertem kinevezést ügyészként, illetve neveztek ki ügyésznek. Kezdetben Kaposváron fogalmazóként kezdtem, majd gyakorlatilag a szívem a Szekszárdra húzott, és ennek megfelelően folytattam itt a pályámat az ügyészségen, a városi ügyészségen. És gyakorlatilag a kinevezésem évében, 96-ban már megkeresett az akkori járásbíróság elnöke, hogy nem lenne kedvem a pályámat a bíróság épületében folytatni. Én akkor nemet mondtam, ennek főként etikai okai voltak, hiszen én ügyészségi ösztöndíjasként végeztem az egyetemet, és úgy ítéltem meg, hogy azért ez nem lenne fair. Néhány évvel később viszont újabb felkérés érkezett, amit már el is fogadott Sárec Róbert, így aztán 2000-ben már bíróként dolgozott. Főként elsőfokú ügyek vitelével foglalkoztam, életelleni cselekményekkel és egyéb kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményekkel. Fiatal bíróként rövid időn belül olyan Tolna megyében nagyport kavaró ügyeket tárgyalt a nemrégen kinevezett törvényszéki elnökhelyettes, mint például a brutális 2003-as bátaszéki benzinkutas gyilkosság. Számos olyan alkalommal és esettel találkozik az ember, ami elgondolkodtató. Elgondolkodtató azért is, mert annak a megértése, annak a motivációjának a feltárása, hogy juthatott az elkövető ebbe a helyzetbe, mi indította arra, hogy azt a cselekményt megvalósítsa, önmagában az már egy kihívás, és önmagában az már egy feladat. Azt, hogy mi tartja az embert ezen a pályán, arra talán azt tudnám mondani, hogy az ügyek sokszínűsége, érdekessége, és pontosan talán azok az élethelyzetek és azok a gyakorlatilag fordulatok, amelyekkel az ügy megoldása során szembesül az ember.
2011-ben mérföldkőhöz ért az addigra már 10 éve tartó bírói karrier, akkortól ugyanis már az elsőfokú ítéletek megalapozottságáról döntő törvényszéki tanácselnökként dolgozott Sárec Róbert, míg nem idén megpályázta az intézmény elnök helyettesi posztját. A pályázatban foglalt fő célkitűzésemet a hallgatóság számára bármikor meg tudom osztani. Én inkább vezérlő elvekről beszélnék. A pályázatom mottójában is szerepel, hogy egy idézet Vörös Marti Mihálytól: szólj, gondolj, tégy jót, és minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog mosolyogni rád. Ez talán egy olyan vezérlő elv, ami az én ez irányú indítatásomat jellemezheti. Bár Sárec Róbert pályázati anyagában mások mellett személyügyi elképzelések, informatikai és épületfejlesztések, valamint a bírósági dolgozók képzésének bővítése is szerepel, azért a klasszikus ítélkezési munkájától sem akar megválni a törvényszék új elnök helyettese. Ez idáig kizárólag szakmával foglalkoztam, ítélkezés tevékenységet végeztem, most pedig gyakorlatilag egy teljesen más jellegű munkát és feladatokat kell, hogy ellássak. Azzal együtt, hogy természetesen az ítélkezéstől nem tudok és nem is akarok elszakadni, tehát az ítélkezési tevékenységemet továbbra is fenntartom, csak lényegesen szűkebb keretek között. A feladatok olyan sokrétűek, hogy ennek a műsornak a kerete nem hiszem, hogy ezt lehetővé tenni, de utalás szintjén azért talán említhetem, hogy itt az emberekkel való foglalkozástól a gazdálkodásig, az épület fejlesztéstől a karbantartásig, bezárólag a társhivatásrendekkel való kapcsolattartásig bezárólag nagyon sok minden szóba kerül. Ami érdemi különbség, hogy eddig a munkaidő nagy részét azt tárgyalóban és irodában töltöttem, elnök helyettesi kinevezésem óta gyakorlatilag ez azért megváltozott. Tárgyalóban viszonylag kevesebb időt töltök, az irodámban nyilván többet, de ezen túlmenően azért mobilnak is kell lennem, tehát helyszíni kijárás, bejárásokat kell eszközölnünk elnök asszonnyal együtt. Több olyan teendő van, ami az épületből való kimozdulást is indokolja. A bírói munka rendkívül felelősségteljes és kiegyensúlyozott személyiséget követel meg az embertől, ehhez pedig elengedhetetlen a biztos jól működő családi háttér. Nekem a család jelenti a mindent, gyakorlatilag ők az én abszolút és fix támaszaim. Két gyönyörű gyermekem van, és egy csodálatos feleségem, akik mindig és mindenben támogattak. És úgy, ahogy a kérdés is elhangzott, ahogy az ember leteszi a lantot, és hazaérkezik, teljesen más fogadja. Imádunk sportolni, a mai napig mindenfélével foglalkozunk, amivel csak lehet, túrázunk, futunk, kosárlabdázunk, strandröplabdázunk. Minden olyan tevékenységet végzünk, ami egy kicsit eltereli az ember figyelmét, mind a mellett, hogy természetesen azért a szórakozást sem vetjük meg, szeretjük a baráti összejöveteleket, szeretünk grillezni, szeretünk jókat beszélgetni ismerőseinkkel, hozzánk közelállókkal. Úgyhogy nagyjából ez az, ami ki tudja zökkenteni az embert a hétköznapi rutinból és a hétköznapi, vagy hát főként a munkahelyi rutinból. Mindkét gyermekem már gyakorlatilag felnőtt, hiszen Marci fiam egyetemi tanulmányai mellett már főállású munkavállaló is egyben. Leányom viszont most kezdte egyetemi tanulmányait, illetőleg egészen pontosan első évét már sikeresen abszolválta is Pécsett. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Marci olimpikon, ifjúsági olimpián képviselte hazánkat judó sportban, Adri pedig számos országos verseny részese, aktív részese és főszereplője volt kézilabdában. A munka mellett a gyereknevelésben és a biztos hátteret nyújtó magánéletben is számíthat feleségére a szekszárdi törvényszék elnök helyettese. Ő maga is sport szerető, hova tovább alapképzettségét tekintve testnevelő tanár. Aztán persze az élet úgy hozta, hogy átképezte magát, és szintén közgazdasági vonalra, közgazdasági pályára került. Úgyhogy gyakorlatilag így a gyereknevelésben
szintén mindkét oldalról ki tudta venni a részét, hiszen a sporthoz való kötődése adott volt, a szakmai rész vonatkozásában pedig hát az egyetem alatt tudott segítséget nyújtani mindkettejüknek. Közéleti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!